hogy Zsuzsa ideges? Persze, de hát... De most ezen túl akart lenni. Igen, igen, igen. Csak azért mondom, olyan nagyon sokáig, mert nem fog tartani, mert nincs mit beszélgetnünk szegénnyel. Hát. Ja, oké. Hát. A találkozás előtti utolsó pillanatok. Takács Zsuzsanna vegyes érzelmekkel várta, hogy újra találkozzon Kis Lászlóval, aki egykor részt vett a megerőszakolásában. 55 év telt el azóta. Kívánok, Takács Zsuzsanna vagyok, üdvözlöm. Hagyadjam ezt oda, és egyre mondjam azt, hogy nem a 20, hanem a 75 éves Kis László kér bocsánatot, az ítélet megtette a magáért. A nő azt mondta, az elmúlt évtizedekben sosem volt benne bosszúvágy, most sem ezért egyezett bele a találkozóba. Bosszúvágy sosem munkált benne, most sem, egyáltalán. Én már attól rettegek, hogy valami baj legyen. Nincs. Mert most képzelj elő, egy 75 éves ember, ugye én nálam idősebb, már én nem érzem túl jól magamat fizikailag. Kis László eddig nem beszélt, vagy ha igen, tagadta az őt ért vádakat. Közleményben azt írta, koncepciós perben ítélték el. Most hetekkel az ügy kirobbanása után, és hogy áldozata a Focus Plus-ban beszélt a történtekről, mégis azt mondta, természetes, hogy bocsánatot kér. Egész másképp látja az ember azokat a dolgokat, amiket 20 éves korában vagy 21 éves korában csinál. Kis László azt mondja, megkönnyebbülést látott egykori áldozatán. Éppen ezért is ez az utolsó nyilatkozata az üggyel kapcsolatban. Én evel a nyilatkozattal minden vonatkozásban mindent le szeretnék zárni, és nem kívánok a továbbiakban sehol senkinek sem evel kapcsolatosan a sajtóban nyilvánosan megnyilvánulni.